Kedves versenyző gyerekek! Házigazdaként nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, határon innen és határon túlról a 25. Bálszegi Matematika verseny ötödik, a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában. A fiatalabb és idősebb arcokat figyelve megállapítható, hogy többükkel találkoztunk már az előző évek versenyei, ők már ismerősként érkeznek ide hozzánk. Akikkel viszont még nem találkoztunk, azoknak szeretnék néhány szóban bemutatni azt az iskolát, ahol a mai napon megérkeztek. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola egy nagy integrált intézménye részeként, 2000-es kisvárosi egyetem általános iskolája, ahol a 2013-14-es tanévben több mint 500 diák tanuló 26 tanulócsoportban. Diákjaink a környező településekről, sőt a szomszéd megyéből, Baranyából is érkeznek hozzánk tanulni. Mindez köszönhető talán a megfelelő oktatási infrastruktúrának, sokszínű képzési formának, és persze nem utolsó sorban az iskolában sok évtizedes hagyományra visszatekintő tehetséggondozó tevékenységnek. Ennek munkának köszönhetően az eltelt évtizedek alatt számosan érdekel kiemelkedő eredmény diákjaink közül tanulmányi sport és művészeti téren. Az iskolai tehetséggondozás egyik fontos területe volt mindig is a matematikai tehetségek felfedezése, nevelése, versenyeztetése. Az idei tanévben is számos megmérettetése készülnek fel, jutnak el, és ennek a kiváló eredményt kívül matematikusai. Ahhoz, hogy a tehetséggondozás sikeres legyen, természetesen szükség van friss, egyéni gondolkodású, pallérozható fiatal elmékre. És szükség van a tehetséget felismerő, ápoló, azt kinevelő pedagógusokra is. Elmondhatom, hogy kollégáim nagy lelkesedéssel készítik fel tanulóinkat a versenyekre, szívesen vesznek részt a versenyszervezésben, nyújtanak segítséget azon lebonyolításában. Mindezen előbb elmondottakért is szolgál nagy örömünkre, hogy a mai napon iskolánkban rendeztetjük meg a Bálszegi Matematika verseny döntőjét, amely az idén már 25. a soron. Elmondható tehát, hogy a Bálszegi Matematika verseny komoly hagyományokkal, tradícióval rendelkezik. Az évek hosszú sor alatt kialakult egyfajta protokoll, szokásrend, amely biztosítja a döntő zöggenőmentes lebonyolítását. A szervező, Élükön Károly Károly tanár úrral, az idén is mindent megtettek azért, hogy a 2014-es verseny döntője is a megszokott színvonalon kerüljön lebonyolítását. Maga a versenyindítása már hónapokkal ezelőtt megkezdődött azzal a munkával, amit a Bálszegi Matematika verseny kitaláló, alapító, Károly tanárunk és munkatársa végzett. Gondoljunk csak a feladatok összeállításától, a nevezések lebonyolításáig terjedő sok-sok feladatok. Elmondható tehát, hogy a mai napig a szervezők rengeteget dolgoztak. De rengeteget dolgoztak, készültek az itt megjelenő vendégek. Gondoljunk csak arra az egyszerű tényre, hogy mennyi otthoni felkészülés, munkát jelentett felkészítő tanárnak, diáknak, a versenyjavaró részvétel. A tehetséggondozásban illenjáró pedagógusok gyakran megfogalmazzák, hogy mennyire fontos a megfelelő színvonalú versenyeztetés. Az, hogy a tehetséges diákjaink olyan próbák álljanak a rendelkezésére, amelyre készülhetnek, és akkor megmutathatják tehetségüket. Mindez olyan korban, ahol az ifjú korosztályok számára már nem annyira vonzó, a sokszor megerőltető szellemünk a világra, ahol nagyobb értéket tulajdonítanak egy kereskedelmi televízió által sugárzott valóságsoknak, mint a kemény, rendszeres, személyiséget gazdagító intellektuális erőfeszítés. Éppen ezért köszönet illeti a versenyre résztvevő minden diákot,
és természetesen felkészítő tanárokra, hogy a 25. Válteszéki Matematika versenyben neveztek, sikeres munkával, felkészítéssel a döntőbe jutottak, és a mai napon rendezendő versenyen megnyertek. Én kívánom iskolán dolgozói a verseny szervezői nevében, hogy a befektetett energiák megtérüljenek, és mindenkinek kívánok izgalmakkal teli sikeres versenyt. Köszönöm a meghallgatást! Tisztelt vendégek, bocsánatot kérek, biztos, hogy a egyeztetési zavar volt közöttünk. Én először a polgármester úrnak adnám át a szót, mert én elsősorban szervezési kérdésekről szeretnék majd szólni néhány mondatban, és azt a végére szeretném tenni. Ezért felkérem volnám, hogy a polgármester úrnak, hogy köszöntsen a vendégeket. Kedves versenyző diákok, kedves szülők, kedves tanárnak, kedves tanárra, 25. matematika verseny Válteszéken, 25 alkalom, óriási szám, rengeteg munka. Én, mint pedagógus gyerek, ezt nagyon nagyra tudom értékelni. És mielőtt a gondolataimat folytatnám, engedjétek meg, hogy köszöntsem azt az embert, aki 25 év óta kollégáival, munkatársaival mozgatja ezt az egész versenyt. Ez nem más, mint Károly tanár úr, akit tapsoljunk meg! Tavaly november 27-én a Magyar Tudományos Akadémián átvette a Rácz tanár úr életdíjat, majd az interneten is. És biztos mindenki használja az internetet, meg lehet nézni, hogy egy nagyon komoly diplomáról van szó. Mi nagyon büszkék vagyunk tanár úr munkásságára, bár minden lelkes pedagógus megkapná ezeket a tudalmakat kiki arra a területre, ahol dolgozunk. Tehát az, hogy mi 25 éve fogadhatjuk a gyerekeket, és azóta már sok tehetséges ember elvégezte az egyetemet, és komoly beosztásra kerül, ezt számszerűleg tudjuk, ez egy óriási dolog. Óriási dolog, hogy arra is hangsúlyt fektettek, hogy nem csak határon belül, hanem határon kívül is jönnek a gyerekek hozzánk, és ez még fontosabb dolog. Gondolják el, 1700 gyerek indult, ha nyúlunk a számai a tavalyi évben, aztán ez valamikor az idei januárban leszűkült 500-ra, és valami véletlen folytán az idei évben 144 gyerek ül itt velem a szembe, teljes nyugalommal és izgalommentesen, mert aki már ide került, annak nem kell izgulni, mert ő már eredménytétel, az már egy hatalmas megtiszteltetés ezek mellett, a számok mellett. Tavaly is ugyanennyien voltak. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Én előre gratulálok a versenyzőknek, mert mondom, akik itt vannak, azok már győztesek, egészen biztos vagyok benne. Az egy más kérdés, hogy majd lesz itt egy eredményhirdetés is valamikor délután, de én mindig azt szoktam mondani, hogy akik ide eljöttek, azok már nyertek. Köszönöm a felkészítő tanárok munkáját, tudom, hogy mennyi munka van ebben, minden tiszteletem az önöké. Köszönöm mind az iskolának és a Károly tanárok munkatársainak, hogy az idén is eljött ez a nap, hogy újra a 25. matematikai verseny megrendezésre kerül. Sok sikert kívánok a versenyzőknek, és jó eredményt, és ne izguljanak. Köszönöm szépen! Nem illik már nagyon sokáig feszíteni a múlt a verseny indítása előtt,
Kemény Lajos vagyok, az Integrált Intézménynek a vezetője. 25 éve keresztül én is minden egyes alkalommal jelen voltam és segítettem a versenynek a megrendezését. Misztikus számok hangzottak itt most el, hiszen 25. versenyről szól a történet. 144 gyerek jelent meg, azonnal vannak itt gyerekek, akik gyorsan rávárják, hogy ez mind a kettő négyzetszám. Tehát valahol természetesen ezt a misztikát lehetne folytatni, de folytassák csak a versenyen a misztikát, mert bizonyára lesznek olyan kérdések és feladatok, amelyekre ezt a feladatokat valahogy így meg kell majd keresni rá a megoldásokat. Én inkább praktikus dolgokról szeretnék szólni, és értékelést majd a verseny követően és a díj kiosztás előtt szeretnék tenni. Itt most a verseny indítása hozzá fog kezdődni, hogy a különféle évfolyamok tanári vezetéssel, itt álló kollégáinknak a vezetésével el fognak indulni az épületnek azok a termeiben, ahol a versenydolgozatot meg fogják kapni és meg fogják írni. Ez a verseny, ez 2 órás, gyakorlatilag a fölérkezéstől meg a feladatok kiosztásától számít, a 2 óra hosszáig tart a verseny, vagy a dolgozat megírása, ez nagyjából 11 óra 10, 11:42 körülbelül eddig fog tart. Elsősorban a szülőknek és a vendégeknek, azonnak az idő alatt, amíg a gyerekek a versenydolgozatot írják, addig az itteni épület rész egyik termében egy matematikai játékokkal foglalkozó előadás lesz, amit Csordás tanárunk fog bemutatni. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy ezt az előadást nézzük meg. Egy másik 102-es terem köszönöm segítségre, a 102-es terem lesz az, ahol ezt megteheti. Egy másik dolog, amiről szólni szeretnék, a verseny lezárt, vagyis hát az írásbeli dolgozatok megírásának végét követően, 4:45-kor az iskola főépülete előtt várom mindazokat, akik egy kicsit szeretnének megismerkedni Bátaszék helyi értékeivel és idegen vezetéssel szeretném őket elkísérni a város tájházába, azt követően pedig a Rónkertre és a templomhoz. Ez egy picivel most előbb fog kezdődni, mint az előző években, tehát nem 12:30-kor, hanem 12:45-kor kezdeném, azért, hogy biztonságban visszaérjünk 2-re, hogy az eredményedet is elkezdődik. Izgalmak a tetőfokon, én azt gondolom, hogy el kell indulni, most már a versenydolgozatokat elkezdeni.